Péter, 1949-ben Budapesten születtél, és a szüleid révén korán gyerekkorban kikerültél Varsóba, ott éltél, lengyelül is megtanultál. Milyennek láttad gyerekként Varsót? Nem éreztem olyan nagy-nagy különbséget a két ország között. Ugye nyaranta hazajöttünk, nagymamám, dédmamám élt még akkor, úgyhogy mindkét nyelvet viszonylag jól megtanultam. Öcsém, aki kint született már, ő 2,5 éves koráig meg se szólalt, de akkor egyszerre két nyelven. Budapesten az Áldás utcai általános iskolába jártál. Miért volt ez különleges, miért volt ez meghatározó később az életedre? A második osztályban egy Simonyi Károly nevű osztálytársam volt, akit a tanévzáró fényképen ül, én meg állok a másik végen, tehát valószínűleg nem voltunk túl jó barátok, és nem maradt sok emlékem róla ezen felül, de aztán első gimnáziumban, amikor hazajöttem Lengyelországba, akkor újra találkoztunk, és akkor Károly nagy hatással volt az egész életpályámra azáltal, hogy bevezetett, mondjuk így, vagy legalábbis irányt mutatott abban, hogy vannak gépek, vannak számítógépek, és azokat programozni kell, és ez milyen érdekes. De akkor abban az időben ezt ő hogy tudta neked demonstrálni? Az Ural 2 számítógéppel, amikor még számológépnek hívták, dolgozott, és az iskolába behozott kiugatott fényképfilmeket. Olyan volt, mint egy negatív film, csak még lukak voltak. A szélein voltak lukak, de még a közepén is voltak lukak. És ezek voltak az ő programjai, és ez olyan nagyon sokat, erre sem emlékszem, hogy mennyit beszéltünk erről, de nagyon-nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Tulajdonképpen mi volt az, ami megkapta az érdeklődésedet? Az a lehetőség, hogy távolról irányítani lehet egy gépet? Talán az volt benne a legizgalmasabb, hogy egy gépet utasítani lehet. Tehát tulajdonképpen utasítások sorozatával vezérelni lehet a gépet, és ő szó nélkül mindent végrehajt, amit kap. És ez sok esetben abszolút rossz eredményre vezet, az az én hibám a programozója, és ez egy nagyon izgalmas helyzet volt, ami nagyon érdekelt engem. Úgyhogy 65 őszén, amikor harmadik elkezdődött, akkor elmentem a Műegyetem könyvtárába, beiratkoztam nagy lelkesedéssel, és kikölcsönöztem az Algol 60-ról szóló kötetet, és elkezdtem tanulni belőle. Ebben az időszakban volt az, hogy a mesterséges intelligenciával is először találkoztál, ha jól tudom. Hát ez tulajdonképpen még kicsit korábban volt, mert még az utolsó varsói évemben, amikor ott jártam gimnáziumba, akkor egy Misurevics nevű osztálytársam volt, aki épített egy 3x3-as amoibát játszó szerkezetet. Ilyen dugaszokat kellett beledugni, és azzal lehetett vezérelni, és lámpák gyulladtak ki, hogy mit lépett a gép, és mindig a lehető legjobban játszott. Misurevics egyébként neves matematikus lett, és nemzetközi diákolimpián aranyérmet is szerzett, aztán most már Amerikában él. Nemrég leveleztem vele, és fölidéztük ezt a kütyüt. Fiatalkorodban lelkesen vettél részt a matematikai lapok feladatainak a megoldásában is. Hogy indul el valakinek, hogy nem tudom, ahelyett, hogy focizni menne, inkább matematikai feladatokat old meg? A tornát sose szerettem, meg a focit se annyira. A matekhez valahogy érzéken volt, nem lehet tudni, hogy honnan. Egy családi ismerős ajánlotta föl, hogy ő szívesen kiküldeti nekünk a matlapokat, a kömalt, a középiskolai matlapokat Varsóba, és most a Mihály Misurevics is megerősítette, hogy azt együtt néztük. Elég jó eredményeket is értél el. Volt abban az időben ez a Kimiben tudós vetélkedő a televízióban. Ott is indultál. Igen, sikerült bejutnom a 8. döntőbe, ami már a képernyők előtt zajlott, vagy a kamerák előtt zajlott, és a Pósa Lajost kaptam ellenfelemül, aki hát a fazekas gimnáziumban, a bizonyos híres matekosztályban járt. Lobász Lackovics Pósa volt a 3 fazekasos résztvevő, és hát messze a mezőny fölött voltak, de
nekem egy rövid ideig sikerült vezetésre szeretnem Lajossal szemben, de aztán végül is persze természetesen Lajosnak sikerült tovább jutnia. A külsákon 1967-ben milyen eredményt értél el? Nem adtak ki első díjat, viszont második díjból 3-at is kiadtak, és most, hogy ott visszanéztem az eredményeimet, láttam, hogy Babai Lászlóval és Mérő Lászlóval megosztott díjat kaptam. Meséltél arról, hogy Simonyi elindított benned egy vágyat, vagy kíváncsiságot a programozás irányába. Mikor kezdtél el te komolyabban foglalkozni a programozással? Még harmadikos koromban, tehát nem sokkal azután, hogy kikölcsönöztem az Algol 60 könyvet, egy véletlen folytán egyik osztálytársam mondta, hogy a Nimigüsziben, a Markó utcában Pázmány Béla volt ott akkoriban a diákoknak a mentora, és megmutatta nekünk a számítógépet, és megkérdezte, hogy miben szeretünk. Programoztunk-e már, hát én mondtam, hogy valamennyire már az Algolt ismerem. Úgyhogy nagyon hamar, már nem emlékszem a részletekre, de nagyon hamar belelendültem. Sokszor kaptam éjszakai gépidőt. Uh-huh. És milyen gép volt akkor ott? Eljött 803/B nevű gép, ami hát a mai viszonyokhoz képest nagyon lassú gép volt. Kb. 1500 utasítást tudott másodpercenként végrehajtani, a mostani milliárd utasításokhoz képest. De még az is egy érdekes dolog volt, hogy nem nagyon volt ki és bemeneti eszköze. És tehát, hogy mit csinál a gép, az abból lehetett hallani, mik jöttek ki a hangszóróból. Tehát egy hangszórója volt, ami bizonyos utasítások végrehajtásakor kapott egy impulzust. Na most, hogyha a programot le akartam állítani, akkor egy olyan ugróutasítást kellett írni, ami önmagára ugrik. Az ugróutasítás pont olyan volt, amilyen hangot adott ki, tehát miután az ugróutasítás az kivételesen kétszerűen gyorsan volt, de többé kb. 300 Hz magasságú hangot hallatott ki, annál csak alacsonyabb hangokat tudott kiadni. Az, amit ott akkor a Nimigüsziben te programozhattál, az olyan volt, amit ők kértek, vagy pedig azt mondták, hogy hát akkor, nem tudom, élvezd az életet, és próbálkozzál. Eleinte ez utóbbi volt, tehát azt mondták, hogy akármit. Aztán eléggé hamar elkezdett érdekelni a gépi kód, hogy hogyan is működik ez az egész, és elkezdtem gépi kódba programozni, akkor már Nárai Miklós volt, aki, tehát a Pázmányből nem volt annyira benne a gépi kódú dolgokban, ő az, aki tisztgatott a gépi kód is, és akkor volt az, hogy újra föltaláltam az assemblert. Diákként nem nagyon tanultam, nem olvastam se erről, ezekről a dolgokról, de kitaláltam, hogy milyen hasznos lenne, hogyha nem abszolút címekkel, hanem címkékkel dolgozna az ember a gépi kódba. Említetted, hogy volt egy első assembly nyelv, ami hozzád kötődik, aztán még milyen hasonló assemblerekkel került egy szoros kapcsolatba? És mi motivált rá, hogy ez ilyen közel került hozzád? Ugye akkoriban elkezdtem az egyetemet, és már akkor is volt a tudományos diákköri mozgalom, bár informatikából még nem volt, csak én matematikusként tanultam, és a matematika szekcióban lovászék mellett kicsit más témában szerepeltem, írtam egy assemblert az Odra számítógépre, az egyetemi számítógépen volt, annak sem volt ilyen gépi kódú programozás, aztán később, amikor már a Nimigüsziben dolgoztam, akkor az EMG 840-es számítógépre írtunk egy assemblert többen együtt, úgyhogy ez volt talán életem negyedik assembler. És akkor ez már olyan volt legalább, amit használtak, működött szélesebb körben? Hát az a baj, hogy ez a 840-es számítógép széria, ez összesen egy példányt ért meg, mert jött az ESZ. Volt ilyen kutatási jellegű feladat is. A kollégám volt Németi Tibor, aki azóta már teljesen matematikussá változott át mérnökből. Feleségével, vagy későbbi feleségével, Andréka Hajnallal együtt, és Gergely Tamással együtt, ők Edinburgh-ba jártak. Az ottani logika és a programozás kapcsolatát kereső kutatókkal dolgoztak együtt, és ennek az egyik irányzata a
tételbizonyítás, a gépi tételbizonyítás volt. Tehát hogyan lehet a számítógépet rávenni arra, hogy matematikai tételeket bizonyítsanak. Még azzal volt az egész megfűszerezve, hogy egy CDL nevű programozási nyelvet használtunk erre a célra is, ami nem nagyon elterjedt volt, Infelorban még nagyon használták, vedő RPA-k. Az Algo 68 úgy kapcsolódott, hogy a CDL az Algo 68 egyik szerzőjének, a Kosternek volt a gyermeke, és szoftverfejlesztésre használt nyelv volt, és ebben készült a tételbizonyító program. Én is eléggé benne voltam ebben a CDL-nek a használatában, a PL1 fordítót, a Lord Westlandert mint CDL-ben írtuk is. Tulajdonképpen úttörő volt abban a szempontból, hogy a rendszerprogramozást, a szoftverfejlesztést azt nem assemblybe csináljuk, hanem magasabb szintű nyelven, amit hordozható, nem csak egy gépen használható. Egy kis kitérőként eszembe jut, hogy akkor a szoftver szakosztályon belül a Neumann Társaságban létrejött egy ilyen rendszerprogramozási nyelvek, szoftvernyelvek, ma így mondanám, szakosztályon belül egy szakcsoport, aminek én voltam a vezetője, és akkor tényleg burjánzottak az ilyen jellegű nyelvek, a CDL volt, BCPL volt, a C akkor bukkant föl, és akkor ezekről voltak előadások. A németi Andréka Gergely Tamás vonalról 74 vége felé érkezett egy pakli, nagy pakli kártyacsomag Fortran kódú programmal, ami egy izgalmas dolog volt, egy olyan tételbizonyító, ami tulajdonképpen programozásra is jó, ami fából vaskarika. Tehát tételbizonyítás alapú programozási nyelv, úgy hívták, hogy Prolog, Programming in Logic. Tehát tulajdonképpen mi csak leírjuk a program logikáját, és a végrehajtás már a gépnek a dolog. Hát ez nagyon, nagyon fölizgatott engem, különösen, hogy ez egy nagyon magas szintű programozási nyelv. Az egyik meghatározott tulajdonsága az, hogy keresés van benne. Tehát, hogy nem csak egy módon lehet megoldani a feladatot, hanem többféle módon is megoldani a feladatot, és ezt egy visszalépéses kereséssel a minden lehetőséget végigpróbál a gép. Valamelyest lehet befolyásolni, azt mondjuk, ha idáig eljutott, akkor már többet ne keressék, stb. De az alaphozzáállás az, hogy többféle megoldás van, mindegyiket próbáljuk ki, és ennek a programozásával, mindenki próbálással nem kell foglalkoznunk, és ettől egy olyan programot kapunk, amely nem csak utasításokat tartalmaz, nem csak felszólító módú, hanem kijelentő módú is, vagy is olvasható. Tehát tulajdonképpen állításokkal programozunk, ami egy nagyon izgalmas dolog. A utolsó két évben úgy döntöttem, hogy én akkor most kipróbálom magat matematikusként, és Hajnal András témavezetésével, én egyéni szakon, a logikával és a matematika alapjaival foglalkoztam, tehát nagyon belástam magamat ebbe a területbe. Tehát ez volt, hogy mondjam, a egyetem végén úgy döntöttem, hogy mégis inkább, mégse leszek matematikus, hanem megyek a Némiküszibe. Úgyhogy ez megkoszta a gyümölcsét 3 évvel később, 75-ben, amikor ezt a kártyapaklit egy kollégámra bízták, hogy ezt próbálja föltámasztani a mi ICL gépünkön, és nem nagyon ment neki, mert az eredeti kártyapakli IBM gépen futott, ami 32 bites volt, a mi ICL gépünk 24 bites volt, és kiáncott 8 bit. Nem értették egymást. Az, hogy a Prolog nagyobb segítség volt a mesterséges intelligencia kérdésének a megoldásához, azt tulajdonképpen meg tudod fogalmazni, hogy miért volt jobb nyelv, vagy miben nyújtott mást, mint a többi? Hát volt egy ilyen vita Európa és Amerika között. Amerikában a Lisp-ben bíztak, a Prolog kifejezetten európai nyelv volt. Azáltal, hogy ez ilyen automatikus keresést biztosított, ezzel tehermentesítette a programozót azzal, hogy ezt be kell programoznia. És ez talán azt úgy mondanám, hogy az érintetlen magyar programozói társadalom, aki nem volt a Lisp-be beavatva, ott a Prolog tudott elég sok alkalmazót találni. Tehát tényleg
a 70-es évek második felében Magyarország volt a prólog világhatalom, abból a szempontból, hogy sok-sok kísérleti alkalmazás készült. Santa Edith-tel gyűjtötte ezeket, és aztán egy cikkünk is lett ebből, a több helyen is megjelent cikkünk, amiben összegyűjtötte a több tucat, 30-40-50 alkalmazás kezdeményt, így mondanám. De egyikből sem lett komoly termék, de... 1979-89 között az SZKI-ba dolgoztál, az emprolog volt a szakterületed. Elmondanád, hogy akkor abban az időszakban hogyan fejlődött, mi történt az emprologgal, és hogy milyen sikereket értetek el? Ami nagy lökést adott az emprolog fejlesztésének, az a japánoknak a bejelentése 1980-as évek legelején arról, hogy ők a prologot tekintik a 5. generációs programozási nyelvnek. És itt álltunk a világon talán egyediként az SZKI-ban, akiknek a kezébe volt már egy kezdeménye, egy ipari kereskedelme forgalmazható termékjellegű prolognak, amit M-prolognak neveztünk el, magyarnak is lehet az ember tud gondolni, meg modulárisnak is, ki hogyan szereti. Úgyhogy az első, tehát én 79. január 1-ével léptem be az SZKI-ba. Akkor itt néhányan voltunk ott, Köves Péter, Farkas Zsuzsa, Santa Edith voltak a fő pro környéki emberek. Amikor a 80-as évek elején a japán 5. generációs projekt miatt fölgyorsultak az események, akkor az Infelorból csatlakozott hozzánk egy csapat Langer Tamás vezetésével, Bárány Sanyi, Janni Éva, sokan Molnár Kati, sokan mások, nyilván tudok most mindenki felsorolni. Úgyhogy egy komoly fejlesztő csapat alakult ki, komolyan együttműködve a Nyugat-Németországban dolgozó CDL2 fejlesztőkkel is, különösen amiatt, hogy voltak olyan gépek, amiket nekünk nem volt lehetőségünk hordozni. Létre tudtuk hozni egy olyan terméket, amelyiket nagyon sokféle számítógép architektúrára tudtunk forgalmazni, és hát viszont komoly eladások történtek Japántól Amerikáig, Európán keresztül. Ez egy zárt világ volt, amelyik megmondott, hogy például ehhez ahhoz nem lehetett hozzá. Így van. Akkor hogy lehet az a másik része, hogy végül is Japán, Amerika mégiscsak értesült valamilyen szinten ezről a kiváló termékről? Hát annyira nem volt zárt azért a világ, hogy egyfelől, másfelől pedig arra igény volt, ugye, hogy valutát szerezzen az ország, tehát az export nem volt egy rossz, mondjam, rossz pont valakinek, ha tudott egy export terméket produkálni, sőt. Úgyhogy hát itt nyilván Nárai Zsolt is belejátszik az ő viszonylag jó pozíciójával, az SZKI pozíciójával eleve. Igen, tehát ahogy beléptem az SZKI-ba 79. januárban, január végén már ott az életem első nyugati útja Dániába vezetett, ahol egy kurzuson, egy egyetemi továbbképzésen vettünk részt, és utána nem volt olyan gond, hogy ne tudnánk valahova elutazni, hogyha ennek volt indoka. És akkor tulajdonképpen így a japán eladás, amerikai eladás kapcsán ti voltatok azok, akik kimentetek, kint biztosítottátok a működést, a hát, betanítást, nem tudom, mi tartozott még hozzá. Igen, tehát a japánoknál a nyelvi környezet az mindenképpen egy gondot jelentett, annak a változtatása, hogy ugye, tehát ezek a japán karakterek kezelése, stb. Ez nekik nyilván nagyon fontos volt, ennek a beépítése volt. A fejlesztés egy újabb fázisba lépett akkor, amikor egy kanadai cég vette át a terjesztést, és hát mint megrendelőként az SZKI-tól magát a termékfejlesztést is megrendelte. Ezt Logicware-nek hívták. Néhány hetes turnusokban utaztunk ki Kanadába, és ott is dolgoztunk, persze otthon is sokat dolgoztunk.
1982-ben már jártál kint egy fél évig Angliában ösztöndíjjal, aztán később hosszabban is voltál kint Manchesterben és Bristolban az egyetemen. Mesélnél ezekről az időszakokról? 82-ben a British Council ösztöndíjával voltam 2 hónapot Edinburgh-ban és 3 hónapot a londoni egyetemen. Nagyon sok részletet tanultam az eredeti angol prolog változatból, és aztán 3 hónapot az Imperial College-ban, ahol Robert Kowalski, a prolog egyik szülőatya, Ellen Kolmerauer és Robert Kowalski együttműködéséhez. Kolmerauer volt itt a praktikus oldal, a Kowalski az elméleti oldal megalapozója, de kettőjüknek kellettek a prolog 1972-es születéséhez, és akkor itt betoldom, hogy idén ünnepeljük az 50. születésnapját. Az angliai tartózkodásom végén volt az, hogy nagyjából az egész világ értesült a japán bejelentésről, hogy prologra szeretnék alapozni a 5. generációs számítógép rendszer, és egy SPL nevű cég egy konferenciát rendezett ez alkalommal, de engem is meghívtak, mint előadót, és akkor ott valamiért előadtam a prologot. Erről írt aztán a Computer Weekly. Hazajöttem az ösztöndíjból, és utána 5 munkás év következett, amiben az M-prologon nagyon, nagyon sokféle fejlesztést csináltunk. Egy interpreter mellé egy compiler csináltunk, nagyon sokféle a számítógép architektúrára hordoztuk, és 5 év után úgy éreztem, hogy érdekes lenne kipróbálni magamat egy kicsit az egyetemi környezetben is, a sok fejlesztő munka után, és a David Warren, aki közben hazajött Amerikából, ott hagyta a Quintust, és a Manchesteri Egyetemen kapott professzori titulust és állást, ő hívott, hogy menjek hozzá dolgozni, amiért azért is nagy szó, mert a prolog mai megvalósításainak 99%-át a Warren Abstract Machine alapozza meg, ami az abstrakt gép, amit Warren fejlesztett ki 83-ban, amit ott próbáltunk kifejleszteni, vagy körüljárni, az a gondolat, hogy hogyan lehet a prologot több gépes rendszereken hatékonyabban működtetni. A fejlesztés módja, az ilyen nemzetközi kooperáció és fejlesztés módja is egy nagyon izgalmas dolog volt. Ugye akkor kezdődött az internet 80-as évek második felébe, tehát e-mailek, de annyira még nem volt jó, hogy a gépen keresztül tartsuk a tényleges kapcsolatot, úgyhogy időnként összejöttünk, megmaradt ez a kapcsolat ma is, ha nem túl sűrűn, de levelezünk, beszélgetünk. És akkor végül is ennek a projektnek lett ilyen megfogható eredménye is? Hogy azt éreztétek, hogy na most itt lezárhatjuk, mert kész van, vagy ez egy folyamatos? Nem lett termék eredménye. Tehát az, hogy ezeket a gondolatokat, amit publikáltunk, mert ez egy szabadon hozzáfeszült szoftvert volt, hogy ezt mennyire hasznosították mások, azt nehéz megítélni. És mostanra már kiegyenítődött, és a prolog ott van a programozás nyelvek listáján valahol a 20.-25. hely között, ami egy óriási hely, és őrzi a helyét. Tehát használható. A fő gond a prologgal az, hogy egy kicsit matematikus észjárás kell hozzá. Tehát egy átlagos programozónak nem fekszik, hogy így mondjam. Matematikus észjárás kell hozzá. 1990-től voltál az EQSoftnál. Ott tulajdonképpen mi volt az a terület, amivel foglalkoztál, vagy ott is maradt a prolog és annak az alkalmazása? A prolog maradt a középpontjában az érdeklődésemnek azóta is, és amit én pluszba be tudtam vinni ott az éppen frissen alakult EQSoftba, az a nemzetközi projektekben való résztvétel. Tehát rögtön az első évben az amerikai kollégámmal, akivel eddig is Bristolban, meg Manchesterben együtt dolgoztunk, sikerült egy pályázaton támogatást nyerni, hogy az Aurora ilyen olyan továbbfejlesztéséhez
aztán jöttek az EU projektek. Elkezdtem ezen gondolkodni, hogy lehet, hogy most nekem inkább jobb lenne, ha én tanítanám a prologot, mint hogyha a prolog fejlesztésvel foglalkoznék. És így kerültem aztán 94 környékén a Hanák Péter közvetítésével, vagy segítségével a Műegyetemre. Programozási paradigmák néven futott először, aztán deklaratív programozásra neveztük át, amiben Hanák Péter inkább a funkcionális programozást, én pedig a logikai programozást tanítottam. Úgyhogy annyi haszna az IQSOF számára biztos volt, hogy nagyon sok okos munkaerőt tudtam toborozni az IQSOF számára. Igen, ez egy érdekes megfogalmazás, hogy te azt mondod, hogy akinek az agya rá a prologra, vagy lehet az is, hogy aki a prologon nő valamilyen szinten fel, annak az agya úgy kezd el működni, ne, hogy... Igen. Tehát én azt hiszem, azt, hogy logikus, hogy matematikai alapokon kell programozni, de a kettő együtt van meg valakinek a fejébe, ez sokat ér, és ezt tudja adni a prolog oktatás. A Budapesti Műszaki Egyetem mellett az Aquincumi Technológiai Intézetben is tartasz kurzusokat az Egyesült Államokból jövő hallgatók számára. Miről szól ez? Kik hallgatnak ott? Amerikában ez meglehetősen elterjedt, szinte követelmény, hogy a hallgatók töltsenek egy fél évet el külföldön. Ez a study abroad. Tehát elvárás, ahogy annak idején a inasoktól elvárták, hogy menjenek el tanulni a külföldre, ez amerikai egyetemeken mondom szinte elvárás, és ennek ment elébe Bojár Gábor, amikor megalapította ezt az AIT intézményt, amit a műegyetem támogat, vagy a műegyetem adja ki a bizonyítványokat erről, tehát főleg műegyetemi oktatókkal, és hát ott egy olyan kurzus tanítok, amiben általánosan a logika számítógépes alkalmazásairól van szó. Egy meglehetősen furcsa neve van a kurzusnak, az a neve, hogy Semantic and Declarative Technologies. A szemantikus technológia erre a szemantikus világhálóra utal, aminek a Web-Ontology Language, amiről az elbeszéltem, a fő témája. Illetve a deklarativitás az pedig az, hogy nem úgy programozunk, hogy felszólítjuk a gépet, hogy imperatív van, hogy most csináld ezt, csináld ezt, hanem leírjuk, hogy mit szeretnénk, és utána a gép azt már annak megfelelően cselekszik, hogy úgy mondjam. Te tagja vagy a Bolyai Társulatnak, a Neumann János Társulatnak. Mit jelentenek a számodra ezek a civil szakmai szervezetek? Hát mindenképpen jelentenek egy hátteret, és egész életemben, hogy mondjam, szakmai életemben végigvonulnak ezek a társaságok. A egyetem elvégzése után ősszel, tehát 1972 őszén friss diplomásként, akkor egy Neumann Társaság által szervezett Algol 68 tanfolyamon vettem részt, pontosabban előadóként, Nárai Miklósa és Bedő Árpáddal. 2000-es évek elején eljutottam oda, hogy megint úgy éreztem, hogy van erőm arra, hogy esetleg ebben segítsem a utánam jövőket, és akkor a mesterséges intelligencia szakosztálynak voltam egy néhány évig, nem tudom pontosan, mennyi, 8-10 évig az elnöke, és próbáltam ilyen ifjú kutatókat segítő rendezvényeket csinálni. Volt egy IRFIX nevű konferencia sorozatunk. A Bolyai Társulattal talán kicsit kevésbé komoly a kapcsolatom. 1997-ben az ALP utólagosan az alapító tagjai közé számított. Ez mit jelent? Az ALP, az Association for Logic Programming, 25. a prolog születésének 25. évfordulóján, 97-ben, akkor döntött úgy, hogy valahogy megpróbálja összeszedni azokat, akik ott voltak a prolog bölcsőjénél, hogy így mondjam. Akkor döntöttek úgy, hogy 15 embert kiválasztottak azok közül, akik a prolog életének első néhány évében ott voltak és alkottak, és ezek közé
soroltak be engem is. Számos kitüntetést, elismerést kaptál. Farkas Gyula emlékdíjat 1977-ben, Kalmár László emlékérmet 1982-ben, akadémiai díjat 83-ban, állami díjat 88-ban, mestertanár aranyérmet 2007-ben, Neumann díjat 2008-ban, Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozatot 2017-ben. Mert a nagyon sok rétű, sok irány szakmai munka mellett, mi az az a hobbid, vagy milyen tevékenységek azok, amik kikapcsolnak, feltöltenek? Hát viszonylag sokat túrázok, gyalogolok, ilyen hosszabb, ameddig még a térdem engedte, addig még hosszabb túrákra is elmentem, a Caminót még kétszer végigjártam, 800 kilométerét, a kék túrát is végigjártam. Az igazi Caminót? Az igazi Caminót, igen. A francia Caminóra szokták írni, ami ugye Franciaországból indul, és egy kicsit még rá is tettem mindkét alkalommal, hogy egészen a föld végéig, a Finisterréig elmentem, úgyhogy nem csak Santiagoig. Úgyhogy ez mindenki, meg hát vannak a kiránduló társak, akikkel itt a környéken szoktunk kirándulni. Ez mindenképpen kikapcsol. Egy másik hobbim az utóbbi években lett a sudoku-szerű rejtvényeknek a fejtése, illetve most már sudoku rejtvény alkotóként is kezdtek működni, úgyhogy ez is jelent egy nemzetközi kapcsolatot most. És hát nyilván ott vannak az unokák, akik nyilván abszolút kikapcsolnak, és nagyon, nagyon nagy élvezettel 2 évestől 12 éves korig minden szinten van unokám. Tőled tudom, hogy az idén nyáron lesz 50 éves a prológ, és Párizsban lesz egy konferenciának kapcsán. Mit vársz ettől a konferenciától? Ez a visszaemlékezés lesz csak, vagy a jövőről is lesz szó? Ez egyik fő témája ennek a novemberi 50 éves ünneplésnek az, hogy hogyan tudnánk elérni, hogy minél többen is megismerkedjenek ezzel a nem csak nyelve, hanem gondolkodásmóddal, vagy ennek a számítógépekkel való kommunikációnak ezzel a magasabb szintjével. Köszönöm. Szívesen.